Édesanyák és gyermekeik foglalták el a Bonyhádi Városháza dísztermét, a program, amelyen a szoptatást ünnepelték immár hagyomány a Bölcsék fővárosában. Ilyenkor köszöntik azokat az édesanyákat, akik sokáig tudták szoptatni egy vagy több gyermeküket. Pálfi Zsoltné mind a 4 gyermekét igyekezett anyatejjel táplálni. A most 1 éves kislányát még mindig szoptatja. Anna a 4. gyerekem. Sajnos az első 2-nél nem tartott sokáig az anyateljes táplálás, elsőt 2 hónapig, a másodikat 5 hónapig, a harmadikat már 1 évig, és remélhetőleg Hannát, ameddig csak igényli, addig szeretném szoptatni, igény szerint szoptatott baba. Hány 13 lesz 11-én. Kötődő nevelés szempontjából szerintem nagyon fontos, meg hát egészségesebb is szerintem, mint a tápszerezés. Az első 2-nél ugye a szigorú 3 óránkénti szoptatás volt nálunk, és tehát ez szerintem a tejellapadásához vezetett. A másik 2-t ugye igény szerint szoptattam, és így fenntartható a tejtermelés. Nálunk fontos volt a mindkét mellből szoptatás, tehát az elsőnél váltott mellből szoptattam, ugye, és szintén 3 óránként, és az nem vált be. A városban nem nagyon kell népszerűsíteni az anyateljes táplálást, mivel a védőnők tapasztalata szerint az anyukák többsége szoptatja gyermekét. Tisztában vannak ugyanis az anyatej egészségre, fizikai és lelki fejlődésre kifejtett hatásával. A UNICEF és a WHO az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére lett az augusztus 1-e az anyatej világnapja. Felhívva ez a figyelmet arra, hogy vannak még mindig olyan országok, ahol az anyatej hiányából eredően magas a csecsemő halandóság. Nálunk szerencsére ez nem így van. Viszont felhívják a figyelmet arra, hogy ez egy áldozatos tevékenység valahol, és az anyuka önmagát háttérbe helyezve, a csecsemőjét szem előtt tartva, az ő egészségét, mindent megtesz azért, hogy anyatejjel táplálhassa a gyermekét. Ugye tudjuk, hogy a csecsemőknek a legjobb táplálék az anyatej, mindig olyan hőmérsékletű, mindig olyan összetételű, ami a baba számára a legideálisabb, és tartalmaz minden olyan immunerősítő anyagot, ami más táplálékban tápanyag nincs benne. Divat a szoptatás, tehát volt egy olyan időszak, amikor kevésbé, amikor a tápszer divatba kerültek, és kevésbé volt divat a maga a szoptatás. Most úgy veszük észre, hogy ez megint egy jó dolognak tartják az anyukák. Nagyon hamar hazakerülnek a kórházból 3.-4. nap az anyukák, amikor még nagyon nehézkes maga a szoptatás, de mi védőnök próbálunk segíteni és támogatni őket abban, hogy ez minél sikeresebben valósuljon meg, és minél tovább anyatejjel táplálhassák a gyermekeiket. Filóné Ferenc Ibolya, a város polgármestere is megjelent a rendezvényen, és miként fogalmazott, talán még ennyien soha nem voltak az anyatejes napon, mint a mostani. Nagyon szép hagyománya a védőnői szolgálatnak, hogy évről évre megrendezik egy picit ünnepélyesebb keretek között az anyateljes világnapját, itt Bonyhádon is. Évek óta itt a Városházán adunk ennek helyt, bár úgy látom, hogy már ezt is kilőttük, valamikor a könyvtárba kezdtük ezt a programot, de nagyon örülök annak, hogy ez a hely is már kicsinek bizonyul, hiszen ahogy láttátok, ma is nagyon sokan eljöttek hozzánk, és nagyon sok helyes kisfiút és kislányt ismerhettünk meg a mai ünnepség alkalmából, és szívből kívánok nekik nagyon jó egészséget, és várjuk a tesókat, hogy ők is megszülessenek. Az Egészségügyi Világszervezet először 1992-ben nyilvánította augusztus 1-ét az anyateljes táplálás világnapjává, mellyel egy időben kezdetét veszi az anyateljes táplálás világhete is. A világnap célja felhívni a figyelmet az anyateljes táplálás fontosságára, valamint arra, hogy az anyateljes táplálás több, mint a gyermek etetése.